Örül, hogy a kormány nem engedett a szirén hangoknak és megtartották az érettségit. Erről Maruzsa Zoltán beszélt. Jól vizsgázott az oktatási rendszer? Hiller Istvánt kérdezzük. Hiller István, szocialista országgyűlési képviselő, korábbi oktatási miniszter. Jó estét kívánok! Jó estét. Azt javaslom, hogy haladjunk a lokálisból a globális felé, és akkor kezdjük az érettségikkel. Ugye utoljára akkor beszélgettünk, amikor még az érettségik előtt voltunk, és akkor ön ebben a műsorban érvelt nagyon az elhalasztás mellett. És azóta lementek az érettségik, és különösebb galiba nélkül. Ez azt jelenti-e, hogy végül is a kormányzat jól döntött? Indokolatlan lett volna a halasztás? Először is hadd mondjak köszönetet a pedagógusoknak, akik ezt az egész rendszert működtetik. Meg a diákoknak, akik meghatározó és döntő többségükben felelősségteljesen és fegyelmezetten csinálták végig, meg a szülőknek is, mert nagyon nem könnyű hetek vannak mögöttük. Épp ebbe a stúdióba több mint egy hónappal ezelőtt tettem meg a javaslataimat, a javaslatainkat, azért, hogy azt a bizonytalanságot, ami akkor fönnállt, és ami valóban sok százezer ember idegére ment már, hogy tudnék, a kormány nem mondott semmit, ezt eloszlassam. A kérdésére válaszolok, de elevenítsük fel. Azt mondtuk és azt akartuk, hogy ne a hagyományos módon legyen az érettségi. Ez így lett. Azt mondtam és azt javasoltuk, hogy vagy írásbeli, vagy szóbeli, de ha a kettő közül választani kell, akkor inkább az írásbeli. Ez így lett. A harmadik, hogy ez a rendkívüli helyzetben lebonyolított érettségi, ezt az állam ismerje el, és mondja ki előre, hogy minden tekintetben érvényesnek tartja, hogy a későbbiekben ne legyen ebből például munkaadó és munkavállaló közötti probléma. Ez is így lett. Ez is így lett. Az időpont kérdésébe a véleményemet fönntartom, a nézetkülönbség fönnmarad a kormánnyal. Ugye az egyik érve az volt, hogy rettentően kevés az idő a felkészülésre. Nem lesz elég tanár, nem lesz elég tanterem. Hogy nem megoldott, hogy a diákok hogy fognak eljutni az érettségi helyszínére. Erre tulajdonképpen az élet választ adott. Mindegyik működött. Igen, meg a miniszterelnök úr azt mondta egy vasárnapi látogatásán, hogy május 3-án fog tetőzni a járvány. Következésképpen, mivel még én is abból indultam ki, és most is abból indulok ki, hogy a legfontosabb az élet védelme, és hogyha igaza van az operatív törzsnek, már pedig miért ne lenne igaza e tekintetben, hiszen nem tudom az ellenkezőjét bizonyítani, hogy a járvány, ha nem is lecsengőbe van, de több a gyógyult, mint a megbetegedett, és hogyha ez trend, akkor két hét múlva még kisebb lenne, lett volna a megbetegedés esélye. Ezen túl vagyunk, de ebben a pontban igen, a véleménykülönbség fönnmarad. Az, hogy az érettségi rendbe befejeződjék, hiszen a legnehezebb szakaszán vagyunk túl, de azért még tart. Azt őszintén szeretném, nyugtával dicsérjük a napot, azt szeretném, hogy minden rendbe lemenjen, és minden érettségizőnek a legjobbakat, hogy a tévéstúdióban ne egy közkedvelt más hasonlattal érjek kívánok. Előadó művészek támogatása. Kicsit faramúci a helyzet, amikor erről beszélgetünk, mert azt gondolom, hogy nagyon sok csoport van még olyan helyzetben, hogy nagyon nagy szükség lenne. Egyszülős családok, tartósan betegek, ápolót, és így tovább, és így tovább. De egy szolidáris országban mondjuk az előadó művészekről is beszélni kell. El Simon László ült szerdán ebben a székben, és azt mondta, hogy néhány héttel ezelőtt még ő is hiányolta a kormányzati cselekvést, de azt látja, hogy azóta beindult a dolog. Osztja-e az ő álláspontját? Olvastam El Simon Lászlónak az írását, az április 16-i keltezésű. Most meg május 8-a van. Az az ábra, hogy azóta Németország április 27-én, Csehország, Finnország, Ausztria és tegnap előtt Görögország jelentett be kultúra mentő akciót, csomagot. Egy olyan egymáshoz szorosan fűződő lépéssorozatot, amely valóban egy mentőv a kultúrának, és önnek igaza van, hogy olyan sok mindenki kerül bajba, és mindenkinek kell segíteni, egy ország és egy felelős kormányzat valóban mindenkin megpróbál segíteni, de lássuk be, hogy itt akkor is, hogyha föloldják vagy enyhítik a jelenlegi megkötéseket, olyan helyzetben van egy általunk, mindannyiunk által kedvelt csoport, hogy egyszerűen nem tud dolgozni. Nem arról van szó, mert nem fognak kinyitni nyáron a színházak, mert nem fogunk
30 ezres koncertekre járni. És hadd ne soroljam, tegnap láttam Szinetár művésznőt ebbe a stúdióba, és belülről nézve ezt a világot, nagyon meggyőző és nagyon világos volt, hogy kérem, ne csak azokra gondoljunk, akiket kedvelünk, szeretünk, hogy nehogy félreértsék, a sztárokra, hanem azokra, akik lehetővé teszik őnekik, hogy mi szerethessük őket, mert ismerjük őket. A hangosítóra, a rendezőasszisztensre, a súgóra, az öltöztetőre, azokra, akik sok-sok ezren vannak, nem ismerjük őket úgy, mint azokra. De nélkülük akik, nem de nélkülük nem megy. Ezért én azt javaslom, hogy igenis konkrét dolgok hangozzanak el. A felelős ellenzéki magatartás az az, hogy kritikus a kormánnyal szembe, de van saját gondolata, saját véleménye. Ezért azt javaslom, hogy azoknak a művészeknek, és nem csak művészeknek, hanem az ő munkájukat segítőknek, akiknek egész egyszerűen most semmilyen jövedelmük nincs, és nem is lesz még az elkövetkező hetekben, hónapokban, azoknak állami segítséget, költségvetési segítséget kell nyújtani. Azt javaslom, hogy ezek az emberek a bruttó átlagkereset 80%-át kapják meg a költségvetésből, a bruttó átlagkereset 80%-át arra az időre, amíg egyáltalán nem tudnak dolgozni. Kettő. Azt javaslom, mert a költségvetésen kívül a kultúrának egy másik nagy finanszírozási lehetősége van, ez Magyarországon a nemzeti kulturális alap. Még jó, hogy tavaly nem szüntették meg. Tehát van. Ezen kívül azt is hozzá kell tennem, amit nem kell, hogy mindenki tudjon, hogy a nemzeti kulturális alap fő összege, az a pénz, amiből gazdálkodhat, az az ötös lottó játékadójának 90%-a. Emlékeznek, hogy mi történt a járványtól teljesen függetlenül ebbe az országban néhány héttel ezelőtt az ötös lottó? Rekordnyeremény. Ahogy van. Azt tudja, mit jelent? Ömlött a pénz az NKO-ba. Menjünk még egy, hogy mondjam, egy szinttel feljebb. Néhány napja Göncz Árpád szobránál azt mondta, hogy Magyarország már nem igazi köztársaság. Miért nem? Úgy látom, hogy mindaz, amit a 1989-ben kikiáltott köztársaság megálmodói és később az első szabad választás utáni országgyűlés tagjai, mindegyik. Tudom, hogy kik voltak a tagjai, mostani ellenfeleink, és egyébként azok is, akik a legendás első 33 fős szocialista frakciót képezték. Azok egy olyan országot akartak, amelyben a köztársaságban megvan a felelőssége a mindenkori többségnek, megvan a lehetősége a mindenkori kisebbségnek, és közösen felelősséget megosztva, persze a választók döntésének megfelelően együtt irányítják ezt az országot. Csak köztársasági elnökünk van, szerkesztő úr. Köztársaságunk már nincs. Ezért nem tettünk le arról, nem teszünk le arról, és nem is fogunk letenni arról, hogy egy modern, boldogabb, és mindenki számára ön használta a szót, de szívesen használom én is, szolidáris új köztársaságunk legyen. Van ebben az ellenzéknek felelőssége, hogy így alakult, ahogy ön azt látja? Az elmúlt 30 évben mindenki, aki kormányon volt, és mindenki, aki ellenzékben volt, annak nyilván van felelőssége. De a felelősség mértéke más. Mert az, ami 2010 óta folyik, az tudatosan ennek a köztársaságnak az energiái elszívása. Azt akarom mondani, nem egy merénylettel megölték, mint Brutus Cézárt. Nem volt egy nagy kiáltás, hogy most. De napról napra, hétről hétre építették le azokat az elemeket, azokat a mechanizmusokat, és üresítették ki azokat a nagyon fontos intézményeket, amelyek garanciái egy jól működő demokráciának és egy jól működő köztársaságnak. Akkor végezetül nézzünk rá a világra. Ma van május 8-a a győzelem napja, pont 75 éve ért véget a II. Világháború. Sokak szerint kezd összeállni megint az a veszélyes gyúelegy, amiből a nagy háborúk kiszoktak robbanni. Populista nagyhatalmi vezetők nyakon öntve egy gazdasági válsággal. Lát-e ilyen kockázatot? Ugyan a kérdésében megfogalmazott állítás igaz, de kérem szépen, hogy csak annyit
korrekciót hadd tegyek, hogy a győzelem napja az május 9-e. Mert hogy Moszkvában nappal később volt. Természetesen azért is fontos a dátum, nem azért, mert történész vagyok, és szeretem az ilyen értelemben vett precizitást, mert nekem és sok-sok embernek ebben az országban és a mi kontinensünkön a nácizmus legyőzése ünnep. Ünnep. 75 év elmúltán is, és valós győzelemnek tartom, bármi is történt utána. És helyes dolog, hogy május 9-e Európa napja, mert ez a győzelem teremtette meg a békét, és teremtette meg a lehetőséget, hogy nagyszerű gondolkodók, kereszténydemokrata alapító atyák, szociáldemokrata alapító atyák, liberális alapító atyák és anyák együtt létrehozzák azt, ami a mi kontinensünkön a béke intézményesített garanciája. És ezt Európai Uniónak hívják. Nem azért hozták létre az Európai Uniót, hogy a boltokban szabványméretű legyen a kígyóborka, hanem hogy intézményesüljön a béke. És én ennek híve vagyok, ezért híve vagyok Európa napján is az Európai Uniónak. Nagyon sajnálom, hogy elszaladt az idő. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen a meghívást.